Kedves nézőink, Panasz Lára című rovatunkat legközelebb jövő hétfőn láthatják. Az erőmű zavaró füstjével foglalkozunk benne. Ha önöknek is van olyan panaszuk, problémájuk, ami szívesen tárnának a nyilvánosság elé, kérem írják meg az ajkatv@ajkanet.hu e-mail címre. Most pedig sakkal folytatjuk, 33. alkalommal rendezték meg a Szabadidőközpontban a Kolosszár József emléktornát. Az idei évben én már 33. alkalommal emlékeztek meg Kolosszár Józsefről. Mit lehet ő róla tudni? Hát ő nagyon sokáig, mondhatnánk, hogy hosszú éveken keresztül a Városi Sakkszövetség elnöke volt. Ez azt jelenti gyakorlat, hogy 1948-tól haláláig. Erre a mostani versenyre hányan jöttek el? Erre a versenyre 46-an jöttek el, ami egy közepes érdeklődés jelent, de tudni kell az, hogy ebben az időben most van Veszprém és is Tapolcán is egy nem is kis verseny, és hát ez a 46 fő azt jelenti, hogy az AIKA rendezők elégedettek lehetnek ezzel a létszámmal. Honnan érkeztek a versenyzők? Hát érkeztek Balatonfüredről, Pápáról, Keszthelyről, és hát nyilvánvaló a helyiek is kivették részüket a küzdelmekből. Ajkáról, illetve a térségből kik azok, akiket mindenképpen megemlítene Sanyi bácsi? Hát most az ajkaiak nagyon szépen szerepeltek, de ugyanez elmondható a pápaiakról is. A fiatalok előtörése jellemző, hiszen az első hatban most volt 3 fiatal is, a pápai Margolond, akkor ott volt az ajkai Egresi Máté, aki megnyerte a versenyt, és ott volt még a bátyja Kristóf is az első hatba, Kaufmann Béter szintén nagyon szépen ott volt, tehát 4 voltak tulajdonképpen az első hatba, akik még fiatalnak számítanak. Milyen rendszer szerint zajlott ez a verseny? A szokásos, egyetlen egy lehetséges megoldás a svájci rendszer, a számítógépes parosítással, ami azt jelenti, hogy ugyanazzal a programmal parosítsák többek közt a világbajnokságot, a Európa-bajnokságot, meg az olimpiát is. Voltak-e különlegesen érdekes partik ezen a mostani versenyen? Az igazság az, hogy a 2x10 perc villámjáték itt tulajdonképpen a szép partikra nem igen van idő, lehetőség, itt inkább a gyorsaság, lehetőleg ne nézzem el durván a vezéremet, jelszó alapján lehet játszani a játékosoknak. Milyen végeredmény született a mai napon? Hát végül is a versenyben nagyon szépen szerepelt a ifjúsági korú Egresi Máté, ott volt a második helyezettként Barton József, a tavalyi győztes, akkor ott volt többszörös győztes a Paks Rudolf, ott volt Pápáról a Margroland, és ott volt még az Egresi Kristóf is. Külön díjak is kiosztásra kerültek, ezeket kik kapták? Hát a külön díjak szokásosak voltak, a legeredményesebb női versenyző az Pápa vitte el, a legeredményesebb gyermek és ifjúsági korú versenyző mind a kettő díj Pápára került, a legeredményesebb szenior, tehát 60 év fölötti versenyző díját Hévízre vitte el az egyik játékos, azon kívül pedig a legeredményesebb ajkai meg élő nélküli címeken egy-egy ajkai versenyző osztozott. Most, hogy túl vagyunk ezen a versenyen, Sanyi bácsi, hogy látja, mi volt ennek a versenynek a legfontosabb célja, amit sikerült elérniük? Hát egyértelmű, hogy a versenyen, ilyen jellegű versenyeken a sakkbarátságok, a sakkszeretet, az egymás közti jó kapcsolat domináljon, és itt nem a mindenáron a győzni akarás, hanem a jó légkör, egy kellemes időtöltés, egy jó hétvége, ez ennek a versenynek a mottója. A sakk barátok mikor találkozhatnak legközelebb verseny keretében? Hát attól függ, hogy milyen versenyt nézünk. Ugye ebben a versenyteremben holnap MB2-es mérkőzés lesz, akkor utána következik majd a megyei Diák Olimpia versenysorozata, de még itt van szorosan a nyakunkon a megyei bajnokságnak a következő fordulója is, és utána hát tulajdonképpen
jönnek a diák olimpiai versenysorozat egyénibe és csapatba, majd ennek a fölmenő versenyei, úgyhogy a tavasz nyár elejéig lényegében be van táblázva szinte minden hétvége. Te nyerted meg ezt a sok versenyt, amihez sok szeretettel gratulálunk. Milyenek voltak az ellenfelek? Hát viszonylag nehéz volt, mert már az elején elég sok pontot veszítettem. A harmadik forduló után másfél pontom volt. Utána elkezdtem jobban játszani, és zsinórba sok mérkőzést nyertem, ezért végül fél ponttal előrébb végeztem, mint a második helyezett. Kikkel ültél le egy asztalhoz játszani? Hát 11 forduló volt, akiket kiemelnék, az Paksa Rudolf Fidemester, Marton József, akinek az értékszáma második legmagasabb aikán, és még sok jó játékos volt, csak akiket nem sorolni most fel. Akiket most említettél, ellenük hogy sikerült játszani? Marton József ellen döntetlent játszottam, Paksa Rudolf Fidemestert őt megvertem, és természetesen nem csak ennyi pontot veszítettem, például kikaptam Kis Csabától, aki a pápa játékosa. Hogyan sikerült mindig frissíteni, hogyan tudtál mindig tiszta fejjel, tiszta aggyal leülni és egy új játékot elkezdeni? Természetesen nem volt könnyű. Az én stratégiám, ami eddig bevált, az az, hogy sok folyadékot iszok, vizet iszok, és mellette időnként eszek viszonylag könnyű ételeket. Említetted ugye a két játékost, ővelük most találkoztál először, vagy már több alkalommal is leültetek és játszottatok? Velük gyakran találkozok. Ezeken a rövid versenyeken hagyományosan versenyzünk egymással. Természetesen, ami kisebb voltam, addig örültem akár egy harmadik helynek is. Például tavaly második lettem, akkor Marton József nyert, de volt noszlopon olyan verseny, amit tavaly már én is nyertem, tehát mi hagyományosan versenytársak vagyunk, és vegyesen nyerjük meg ezeket a versenyeket. Mennyire ismered az ő taktikáikat, hogy hogyan szoktak játszani, mi az, amit kijátszanak esetleg ellened, mik a gyengéik, mik az erősségeik? Ezeket azért fejben tartod? Természetesen fejben tartom, hogy ők milyen nyitásokat ismerhetnek, de ez nem csak egyféle, tehát általában hamar leterelődik az elméletről a játszmafonala, és akkor mind a ketten a tábla mellett alkotunk egy új játszmát, amelyet előtte senki nem játszott. És ez egy rövid partiban komoly szerencsefaktort is tartalmaz, mert ahol az idő is nagyon kemény, tehát nagyon fontos befolyásoló tényező, mert nem 90 percünk van, hanem csak 10. Egy ilyen verseny után szoktad-e a lépéseket, a gondolatokat újra gondolni, újra értékelni fejedben, illetve papíron végig szoktad-e ezeket a játékokat játszani újra, esetleg segítséggel? Elég jól emlékszek a lejátszott mérkőzésekre. Hát rövid távú memóriám van tárolom őket, de amikor hazamegyek, akkor ezeket mindig visszajátszom, és természetesen utána a számítógép segítségével kielemzem őket, mert csak itt tudok belőlük tanulni. Milyen következő versenyekre készülsz a közeljövőben, és mi az, ami távlati cél ebben a sakban? Természetesen a csapatmérkőzésekre folyamatosan készülök, és közeljövőben lesz noszlopon egy hasonlóan 10 perces verseny, meg a diák olimpiára is mind egyéniben, mind csapatban szintén készülök. Mi az, amit szeretnél elérni ebben a sportágban? Mi a célod? Hát minél följebb menni a ranglistán, tehát mindenképp szeretnék elérni hosszú távon egy nemzetközi mesteri címet, vagy akár egy nagy mesteri címet. Rövidebb távon jelenleg a Fidem mesteri cím elérése a cél.